Valószínűleg altatógáz végzett egy idős nővel a Moson-Magyaróvári Karolina kórházban. A nő műtét közben infarktust kapott, és már nem tudták újraéleszteni. Másnap ugyanebben a műtőben hasonló tüneteket mutatott egy másik beteg is, de őt azonnal lekapcsolták a lélegeztető gépről, és így túlélte a tévedést. A kórházat nemrég újították fel, elképzelhető, hogy rosszul szerelték be az altató és oxigéngáz csöveket. Ezek a felvételek még július 18-án az ünnepélyes átadáson készültek. A kórház felújításának második ütemében korszerűsítették a nőgyógyászati műtőt is, ahol a végzetes hibára a múlt csütörtökön és pénteken műtét közben derült fény. A rendőrség egyelőre szűkszavúan nyilatkozik. A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság büntető eljárást folytat a Moson-Magyaróvári Karolina Kórház igazgatójának feljelentése alapján, foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben. A Moson-Magyaróvári kórházban ma senki sem nyilatkozott, de a győri kórház főigazgatója elmondta, hogy nagyon aprólékos az átvétel minden egyes építkezés után. A rendszerek is úgy vannak kialakítva, hogy kizárják a tévedést. Azok a gépek, amiket használunk, altatógépek, azok nagyon gyakran ma már egy korszerű eszköz jelzi, hogyha nem megfelelő gáz áramlik azon a helyen, ahol kell jönni, vagy nem megfelelő nyomásra áramlik. És hát még egyéb biztonsági lehetőségek is vannak, tehát nagyon nehezen elképzelhető egy orvosi gázcsere, de mint az ember minden hibát el tud követni, nyilván bármilyen kockázat, hogyha fönnáll, akkor az előfordulhat. Azt, hogy mikor történhetett a végzetes hiba, még nem lehet tudni, mint ahogy az sem, hogy kapcsolatban van-e a felújítással.